Itt állunk az AMDASZ Aponyi Sándor szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium standjánál, és dr. Kozárik Zsoltot, az intézmény vezetőjét kérdezem arról, hogy kiket és milyen képzésekkel várnak. Hát természetesen a nyolcadikosokat várjuk elsősorban, és főleg mezőgazdasági képzésekkel, mivel 3-4 évszázad a mezőgazdasági szakképzés szolgálatában áll. A képzéseink közül a legnépszerűbb a mezőgazdasági gépész, ez gépész technikusi és gépész szakiskolai szinten is igaz. 5 éves, illetve 3 éves képzésbe is indítjuk. A mezőgazdasági szakmák közül még a kertész technikust indítjuk 5 éves technikumi képzésbe, és ugyanígy kertész szakmunkást is indítunk, mint a gépészeknél, illetve van egy élelmiszeripari szakmánk, a kistermelő élelmiszer előállító szakma. Azt gondolom, hogy a kollégiumi férjek nagyon fontosak tudnak lenni a távolabbról érkező diákoknak. Tudnak ilyeneket biztosítani? Igen, nagyon szépen 2 éve felújított kollégiummal rendelkezünk, 120 férőhelyel, jelenleg olyan 50%-os a kihasználtság, tehát bátran mondhatom, hogy mindenki számára fogunk tudni férőhelyet biztosítani, sőt, ha valaki közelebbről vagy akár lengyelről akar helyből bejárni, őt is fel tudjuk venni a kollégiumba. Nagyon olcsón tudjuk biztosítani a napi 3-szori étkezést és az ellátást. Saját konyhánkban nagyon jól főznek a vendégek, akik nálunk járnak, mindenki dicséri. A tanórák mellett, a tanórák után milyen lehetőségeik vannak a diákoknak? A tanórák után megpróbáljuk biztosítani a szabadidő hasznos eltöltését, hogy a gyerekek ne csak a telefonjukat nyomkodják. Nagyon-nagyon szép környezetben vagyunk, szerintem az ország egyik legszebb környezetben lévő középiskolája vagyunk. Sportolási lehetőség van, saját tornatermünk van, focizni, kézilabdázni, röplabdázni, mindent lehet benne. Kinti betonpályánk is van, nagyon szép kirándulási lehetőségek vannak a környéken, annak forrás, annak fürdő, állatsimogatóval, kilátóval, kis tóval, tehát tényleg csodálatos a környezet. Aki szereti a nyugalmat, a jó levegőt, annak mindenképp tudom ajánlani, hogy hozzánk kell jön. Igazgató úr, nagyon szépen köszönjük a segítséget!